olyan, mintha tavasz lenne. Pedig október, majdnem október közepe van, olyan eleje közepe, és a madarak csiripelnek, ilyen nagyon aranyosan. Ma van hétfő, próbálok felkelni. Mennem kell elintézni pár dolgot. Tegnap ittam azt az avokádó smoothie, úgy kb. 2-kor, délután 2-kor, és egész nap nem voltam éhes, úgyhogy megpróbálom ma azt reggelire inni, és megnézni, hogy meddig tört be. Megpróbálok kevesebbet tenni. Röhögjünk egy jót. Oké, kezdjük a napot. Csak egy kicsit, hogy ne nézzek ki, úgy, mint egy beteg ember egész vlog alatt. Köszönöm, hogy ilyen stem cell bőrtisztítást csinálni. És egy ilyen 2 hét múlva már nagyon jó eredményt látok. Nekem mindig voltak itt problémáim, ilyen kisebb pattanásokkal. De azóta, mióta elkezdtem ezt használni, elég jó lett. Javul legalábbis. Ez a márka. Nem tudom, hogy ez mennyire ilyen igaz, hogy stem cell, de szerintem nekem nagyon segített. Ez teljesen smink nélkül. Oh my god, hogy nézek ki. Csak egy kicsit, hogy ne nézek ki, úgy, mint egy beteg ember egész vlog alatt. Barátnőm Dorina csinál műszempillákat. Ha valaki szeretne elmenni hozzá, akkor írjon a kommentbe, és megadom a infóját. Pesten van, hogy ha Pesten vagy, akkor csináltad szempillákat a barátnőmmel. Nem csinálok itt ká... Megvizes. Nem csinálok itt kávét, megyek, és majd szerzek valahol kávét. Amúgy nem vagyok nagy kávé iszakos. Nem, gondoltam, hogy süthetnék valamit reggelire. De nincs kedvem. Nem tudom, mit csinálok ma még. Meg kell fejeznem valami munkát. Mert mikor jött a nagynénim, akkor elrabolt egy egész hétet, és hátra vagyok munkával, úgyhogy ezt be kell fejeznem. Utána talán holnap medence, és talán valamikor csütörtökön elmegyünk Death Valley-be, nem biztos. De valahova elmegyünk, hogy érdekesebb legyenek a vlogok. Oké. Majd később találkozunk. Whisky! Where you going? Most sétáltatom éppen. Itt van, ahol lakom, itt van egy ilyen kis játszóti gyerekeknek. És egy... Hello! Hi, Bobby! Hi, Bobby! És van egy ilyen kis rész kutyáknak. What is that? Come here. Come on. Whiskies! Look! Ready? Whiskey, sit. Good boy. Run, go get it. Okay, nem látta. Jó, kaki. Whiskey, look, bow. Sit. Ready, go. Hoz ide. Nem? Okay. Kivittem Whiskeyt sétálni. Minden egyes kutyának a pisét megszagolja. Te olyan jó illatolan, és olyan sokáig szagogatja. Rápisült egy nagy, egy leesett pálmafára is. Levélre. Egyszer, vagy egy hónappal ezelőtt sétáltunk, és volt ott egy döglött cockroach. Csótány, egy döglött csótány rápisült. A whisky! Elment. Nem éhes, megy visszaaludni. Aztán elkezdek csinálni egy pár ilyen
kézi művészeti cuccokat, mert tudjátok, van egy másik YouTube-om, ahova csinálok, az angol, ahol csinálok ilyen craft cuccok. Meg is mutatom az egyik dolog, amit csináltam, ha itt van. Szóval ezek ilyen junk journal, nem tudom, hogy lehet, hogy valam ezeket így összeteszem. Ez nagyon szép lett. Szóval ilyen kézi művészeti dolgok, és ebből csinálok videókat. Ezt csinálok először. Aztán elkezdek csinálni egy pár ilyen kézi művészeti cuccokat, mert tudjátok, van egy másik YouTube-om, ahova csinálok, az angol, ahol csinálok ilyen craft cuccok. Meg is mutatom az egyik dolog, amit csináltam, ha itt van. Szóval ezek ilyen junk journal, nem tudom, hogy lehet, hogy valam ezeket így összeteszem. Ez nagyon szép lett. Szóval ilyen kézi művészeti dolgok, és ebből csinálok videókat. Ezt csinálok először. És nem sokára kell adókat kezdenem csinálni. Ebédre csinálok pasztát, ilyen sajttal. Hazaértem. Én csinálok egy teát. Találtam interneten, Amazon egy ilyen üvegből tea. Forraló. Hétfő van. Elég fáradt vagyok. Nem csináltam nagyon-nagyon sok mindent. Nem minden, amit akartam, de amit csináltam, az elég sok időbe tartott. Ezért nem csináltam nagyon sok mindent. Majd említettem, hogy holnap, hogy éppen mit készítek. Megéheztem, de nem akarok enni, úgyhogy iszok egy pohár bone broth, csont broth az, ami a leveslé. És általában ezek a csontos leveslék nem valami jók. Először próbálom ki ezt a márkát. Van egy márka, amit nagyon szeretek, de az nagyon kevés helyen árulják. Minden más olyan nagyon erős vér íze volt. Úgyhogy remélem ez jó lesz. Szóval így néz ki. Remélem finom. Nincs olyan jó illata, mint annak, amit szeretek. Nem a legrosszabb. Kicsit sok só adtam hozzá. De a... így nagyon... elég jó. És ez olcsó volt Aldiba. Valami 1,49 dollár volt. Szóval ezt fogom inni ma vacsorára. És lehet, hogy holnap reggelire is. Ez a csontlé nagyon egészséges csontoknak, meg fogaknak. És tele laktat. Megelégszem vele. Persze lehet otthon csinálni, akkor az sokkal jobb. De én nem szeretek ezt csinálni pont. Én valamikor szoktam csinálni sima leveslét, és azt inni, fogyokúrás. Eléggé betelít. Egy vagy két pohár. Szóval kiülök a balkonra, felkapcsolok egy kis lámpát, dolgozok, és ezt iszom. Szóval ha akartok kicsit fogyokúrázni, akkor ez igyatok leveslét. Mert nekem bejött. Van még egy pár videóm Tündivel, és pont most leállítottam, megstoppoltam egy olyan helyen, ami teljesen elmagyarázza a mi barátságunkat, mert mikor Tündivel összejövünk, mindig csak a röhögés. Szóval igen. Tündi, ha nézed ezt, jó lenne, ha közelebb laknánk egymáshoz. Itt egy csőd vagy egy kis. Szép ülőt. Van egy pár ilyen lámpám, és beletettem karácsonyi mi ez a lámpa, és így milyen szép. Csétül aktázok, dolgozok. Tündi videót elítem még mindig. Van egy csomó felvételem Magyarországról, és azt eldöntöttem, hogy
összedobom őket. Szóval itt van egy csomó videó, amit egybe össze fog dobni. Ja, szóval ez csinál ma. Nézzétek, milyen gyönyörű felvétel. Ilyen szép színek, és itt ez... itt süt a nap pont rá. Ez azt hiszem ilyen hajnal 7-kor, vagy nagyon-nagyon korán, és akkor ilyen gyönyörű felvizet csináltam. Nekem tetszik nagyon, úgyhogy remélem nektek is tetszeni fog. Így gyorsan megmutatom, felgyorsítottam, csak hogy megnézzétek, hogy kb. Mi lesz benne? Persze nem lesz ilyen gyors a végeredmény, de szerintem tök jó lesz. És remélem. Szóval már annyi volt. Nem volt megint olyan nagyon izgalmas napom, de viszont holnap állítólag talán megyek medencébe, mert állítólag holnap melegnek kéne lennie, és ki akarom használni ezt az időt. Megpróbálok valami érdekeset mutatni holnap. Aztán nem nagyon van tervem erre a hétre, úgyhogy lesz, ami lesz. Szóval igen, itt be is fejezem, és megyek aludni. Jó éjszakát mindenkinek, és puszi!